Sziasztok, ez itt ismét a Cirkulissa. Mai adásunk vendégei pedig a Magyar Ugró Deszkaszám hölgytagjai. Köszöntsétek ti is nagy szeretettel a csodaszép Teibler lányokat. Sziasztok, lányok! Zilla, az első kérdésem hozzád lenne, ugyanis te vagy a csapat legfrissebb tagja, és ráadásul mindössze 15 esztendős vagy, úgyhogy szeretném ezt megkérdezni tőled, hogy mik az eddigi tapasztalatok, hogy érzed magad, illetve maga azt, hogy hogy kerültél ebbe a csapatba? Én artista képzős vagyok, és engem a Teibler Tamás keresett meg, hogy próbáljam meg a deszkát, és én igent mondtam, és így majdnem minden nyáron lejártam hozzá, és ugye én a Magyar Gálán ott debütáltam úgymond, mint első fellépés, és onnantól kezdve kerültem ebbe a csoportba, és nagyon örülök neki, hogy ide kerültem igazából, mert nagyon jó a csoport, nagyon összehoztam mindenkit, ugye a Tomi összehozta őket, és én örülök, hogy bekerültem ide. Második legfrissebb tagunk pedig, hogyha mondhatom, így pedig te vagy, Betty, ugyanis ha jól emlékszem, akkor te a Balansz című előadás végén csatlakoztál be a Teibler csoporthoz. Azóta mik a tapasztalatok? Beépültél a csoportba? Hogy érzed magad? Mesélj erről egy picit. Igen, én helyek közel vagyok friss a csoportban, mert a legelső szezonban már ott voltam, amikor Szicíliába és Tunéziába mentünk, és miután hazajöttünk, én akkor kiszálltam, mert volt itthon iskola, meg mindenféle egyéb dolog, amit el kellett rendeznem, és a Balanszban úgy alakult, hogy az utolsó két hétre beugrottam egy lány helyett, aki akkor lesérült, és utána végül itt maradtam újra, úgyhogy most itt vagyok megint. Most pedig a csapat egyik alapító tagjához fordulok, Debihez, aki nem titok, úgy, hogy Teibler Tamás lánya. Debi, te hogy fogadtad az újakat itt? Ti nálatok itt csajoknál hogy van ez? Barátok lettetek, jó együtt dolgozni, munka után szoktatok-e találkozni, programokat csinálni? Erről mesélj egy kicsit, Leci. Hát nagyon jól érezzük magunkat a lányokkal, jól meg vagyunk igazából, már egészen összeszoktunk, ha úgy vesszük, nincsen köztünk vita, meg semmilyen konfliktus, meg nézeteltérés. A meló az jól megy, magánéletben is jól meg vagyunk. Van, hogy így elmegyünk ide-oda, meg sütögetni, meg múltkor elmentünk, megittunk egy fröccsöt. Úgyhogy így igazából ennyi. Ennyi fért bele már a Cirkulissa című műsorunkba. Ne felejtsétek el videóinkat lájkolni, osztani és elsősorban megnézni. Kövessetek bennünket a Facebook oldalunkon, augusztus 28-áig pedig Atlantis gyermekei a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Sziasztok!